Energetikai fórumot tartottak hevesen a Szepes és Spitzer kastélyban a vármegyei kis települések polgármestereinek. A szakmai egyeztetőn Steiner Attila energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár, Szabó Zsolt országgyűlési képviselő és többek között az MVM munkatársa is részt vettek. Aki itt volt, Steiner Attila államtitkár úr, az Energiaügyi Minisztériumnak az államtitkára, illetve vele együtt olyan MVM-es vezetők, ügyfélszolgálati, ESZKO és más egyéb közvilágítással kapcsolatos vezetők, akik tájékoztatást adtak nekünk a működésről, hogy lehet kapcsolatba lépni, hogy lehet gyorsítani önkormányzatoknak a rákötéseket, hogy mennek az áramfejlesztések, mi a helyzet a megújuló energiával, mi a helyzet a napelemparkokkal, hogy vannak az energiaközösségek. Tehát csupa olyan téma, ami valamennyi dolog minket érint, és közvetlenül az önkormányzatok kapnak így tájékoztatást. A fórumon elhangzott, az energiaválság korában a kormány fenntartotta a rezsicsökkentett sávot, aminek köszönhetően a magyar emberek az Európai Unió legalacsonyabb gáz és áramait fizetik, és a vállalkozásoknak is különböző konstrukciókkal segített. Önkormányzati oldalon is próbáltunk az önkormányzatoknak segíteni. Ott több mint 70 milliárd forintos keret volt az, amit az önkormányzatoknak oda tudtunk adni, és a jövő évre is van betervezve több mint 80 milliárd forint a hasonló segítségnyújtásra. Én azt gondolom, hogy azért a helyzet sokat javult, illetve nagyon sok tanulságot láttunk és feldolgoztunk azóta, hogy azért struktúráltabban tudtunk most erre a térre készülni. A mostani relatíve alacsonyabb piaci árak azért nem jelentik azt, hogy minden rendben van. Mert nagyon törékeny most is a helyzet egész Európában. Azt látjuk, ha bármi egy nagyobb vezeték, egy gázvezeték váratlanul keresik, akkor nagyon komoly árugrások lehetnek még Európában. Úgyhogy erre a helyzetre kell felkészülni, hogy ha bármi történik, akkor nagyon el tudnak szállni az árak. Én azt gondolom, hogy érdemes, aki teheti a jelenlegi alacsonyabb árkörnyezetet kihasználni, és ezt valahogyan rögzíteni akár hosszabb távon is. Magyarország nagyon nagy, mint egy 6 milliárd köbméter földgáztároló kapacitásokkal rendelkezik, aminek köszönhetően az ország éves gázfogyasztásának kétharmadát eltárolták. Bármi is történik a világban, Európában, a nagy csövekkel, a beszállítókkal, ez a téli szezon, ez a magyar gáztárolókból ez biztosítható, és reméljük, hogy azért, hogyha esetleg egy cső kiesik, akkor azért még máshonnan is tudunk a gázhoz hozzájutni. Ez az elmúlt 10-15 évnek a nagyon tudatos politikája volt, hogy kössük magunkat össze a szomszédainkkal sokkal jobban, és ne legyünk kiszolgáltatva egyetlen csőnek sem. Úgyhogy jelenleg már Szlovénia kivételében minden irányba rendelkezünk gáz összeköttetéssel. Szlovéniában is tervezünk egy ilyen gázcsövet építeni. Várhatóan az elkövetkezendő években jelentősen megemelkedik a villamos energiafogyasztás, éppen ezért is lesz jelentősége a megbízhatóan üzemelő paksi atomerőmű mellett a Paks 2-nek, és ezért van jelentősége a Mátra alján lévő erőműnek is. A kormány úgy döntött, hogy három új gáztüzelésű erőművi blokkot is szeretne létesíteni ebben a régióban, egyet a mátrai telephelyen, és kettőt pedig a Hold-tiszai erőmű telephelyén. És én azt gondolom, hogy a régió ellátás biztonsága szempontjára nagyon fontos, hogy ezek az erőművek elkészüljenek. 2027 közepére várható az, hogy megépülnek ezek az erőművek, itt már a tendereztetési eljárás az folyamatban van. A megújuló energiatermelőkkel is haladnak előre. Próbálják azt összönözni, hogy minél inkább helyben fogyasszuk el az energiát. Az önkormányzatokra az jellemző, hogy rengeteg intézményük van. Van olyan hely, ahol több intézmény, több ár, több szerződés, és ennek a rendszerét próbálják kialakítani. Új világ van, elmentek az energiárak, kiszámíthatatlan mind a gáznak, mind pedig az áramnak az ára, nagyon a világpiac determinál, az szabályozza ezen a területen, ami megnyugvás, hogy 98%-ban a gáztárolóink fel vannak töltve, erre a térre biztosította a fűtésünk, illetve az áramszolgáltatók területén is, az áramellátásban is teljesen rendezett viszonyok vannak. Napelem területén is tovább szeretnének lépni akár tárolással, akár saját belső felhasználással.
Az önkormányzatok pedig nagyon kreatívak voltak, polgármesterek kérdeztek, föltették a kéréseiket, kaptak rá választ, illetve részben külön egyedi kérdések feltételére is volt lehetőség, és az MVM itt lévő mintegy 6 vezetője folyamatos információval tudott rendelkezésre bocsájtani és ellátni a polgármestereket. A nagyon szép nap volt, köszönjük szépen Heves városának, hogy ezt a programot megrendezte, és hát azt kívánom, hogy menjünk tovább, rendezzük minél előbb ezeket a viszonyokat, és biztonságos legyen az önkormányzatok energiaellátása. Először balra, aztán jobbra, majd ismét balra. Már a boldogi gyermekek is tudják, alaposan szét kell nézni, ha átkelünk az úttesten. A 60-i rendőrkapitányság munkatársai a biztonságos közlekedés alapjairól, illetve a kerékpáros közlekedés szabályairól tartottak előadást a Boldogi Berecz Antal Általános Iskola alsó és felső tagozatában, ezzel is elősegítve, hogy a boldogi fiatalok is biztonsággal tudjanak közlekedni, mind gyalogosan, mind pedig kerékpárral. Ugye a legfontosabb az, hogy a gyermekbaleseteket elkerüljük a közlekedés során, felhívjuk a gyermekeknek a figyelmét mind a gyalogos, mind a kerékpáros közlekedési szabályokra, ezeket rendszeresen átismételjük, mind a nappali, mind az esti órákban történő közlekedésre gondolok itt, a láthatósági mellény használatára, annak fontosságára, a látás és a láthatóságnak a rendkívül fontos szerepére. Tomcsányi Andrea a rendőrőrnagy előadásában kiemelte, hogy egyre több az elektromos autó az utakon, amelyek szinte nesztelenül közlekednek. Többek között ezért is fontos, hogy a fiatalok ne fülhallgatóval a fülükben közlekedjenek, és mindig alaposan nézzenek szét, amikor átkelnek az úttesten. Felhívjuk a figyelmüket a mobiltelefonok használatának elkerülésére a közlekedés során, mind a gyalogos, mind a kerékpáros közlekedés során, hiszen ezek nagyon veszélyesek lehetnek, és ezáltal közlekedési balesetek áldozatává válhatnak. Hornyák István körzeti megbízott nyomatékosan felhívta a diákok figyelmét arra, hogy a rollerrel történő közlekedés során mennyire fontos a védőeszközök használata a súlyosabb kimenetelű balesetek megelőzése érdekében. A rendőrkapitányság munkatársai rendszeresen eljárnak általános iskolákba, ahol nem csak közlekedésbiztonsági, de bűnmegelőzési témakörökben is tartanak előadást a gyermekeknek. A nők életének egyik legszebb időszakában, a várandóság során, ahogy gömbölyödik a pocak, úgy kell egyre jobban odafigyelni a szénhidrát bevitel arányaira, minőségére. November 14-e a Diabetes világnapja alkalmából diabetológus, szakorvos, dietetikus és védőnő tartott előadást várandós kismamáknak a terhességi diabetesről és a várandóság utáni időszakról a 60-i kórház egészségfejlesztési irodájában. Felhívták rá a figyelmet, hogy amikor aki babát tervez, már akkor is nagyon fontos szerephez jut a jól összeállított étrend. Tehát nagyon fontos, amikor valaki babát tervez, hogy már a babatervezés időszakában is odafigyeljen a helyes táplálkozásra. Szoktuk ilyenkor is javasolni, hogy esetleg valakinek túlsúlya van, érdemes ezzel foglalkozni, mielőtt még tervezi a babát, vagy várandós lesz, hiszen a várandóság időszaka nagy mértékben nehezíteni fogja ezt az állapotot. Tehát nyilván, hogyha valaki túlsúllyal kezdi a várandóságát, ott sokkal több probléma előjöhet, sokkal több betegség kialakulhat várandóság alatt is. Tehát már ilyenkor is szoktuk javasolni egy érdemes dietetikus segítségét kérni, hogy tegyék rendbe az étrendet, hogyha esetleg valakinek már inzulinrezisztenciája van, vagy nagyisten cukorbetegsége, akkor ezt is egy helyes diétával próbálják meg rendbe tenni, és akkor úgy készülni a várandóságra. A megfelelő táplálkozás a szülés utáni időszakban is nagyon fontos, ezzel kapcsolatosan is kaphattak támpontokat az érdeklődők. Szakorvosi felügyelettel könnyebben elérhető, hogy ne, vagy minél később jelenjen meg az anya életében a cukorbetegség. A várandóság 24-28. Hetek között történik egy orális glükózterhelés, az a bizonyos OGTT vizsgálat, ami alapján égyomri 120 perces vizsgálat mellett el tudjuk dönteni, hogy a kismamának van-e vércukorszinttel gondja vagy sem.
És beszéltünk arról, hogy létezik olyan állapot, amikor akár ezt megelőzően a 16. hétben is megcsináljuk már az előrehozott terheléses vércukorvizsgálatot. Ilyen állapot egy családi halmozott cukorbetegség meglét, extrém túlsúly akár, előző terhességekben, előző várandóságokban végig vitt gesztációs diabétesz. Nagyon nagy súlya a született babák, tehát többedik várandóságnál a nőgyógyászok is felszokták hívni a figyelmet, hogy azért 4 kiló feletti baba az több szempontból rizikófaktornak számít a következő várandóságnak, és ezért van bizonyos szempontból az előzetesben szénhidrátanyagcsere zavar, ezek esetén mind-mind-mind felmerülhet a szakemberben, hogy már akár a 16. hétben megcsinálja a vizsgálatot, aminek a birtokában ugye minél előbb lehet kezdeni a személyre szabott étrendet. A terhességi cukorbetegség komoly szövődményekhez vezethet a születendő gyermeknél is, amely a szülés körülményeit és a baba születés utáni életét is befolyásolhatja. Ha egy kialakult terhességi cukorbetegségben nem kizárólag a baba érdekeit tartjuk szem előtt, bár már kell, hogy mondjam, hogy természetesen ez egy hatalmas motivációerő egy várandós nőnek, és ezt mi messze menőkig ki szoktuk használni, és sok minden olyan dolgot tudunk végigvinni, és tudunk együtt végigcsinálni, amit lehet, hogy baba nélkül nehezebb lenne. De természetesen nekünk szakembereknek, dietetikusnak, védőnőnek, illetve leginkább a diabetológus szakorvosnak az a feladata, hogy az édesanyja egészségére is vigyázzunk. Egyrészt maga a baba egészsége a mama egészségétől függ jelen esetben, és hát én nagyon kicsit furcsán és egyszerűsítve, én azt szoktam mondani, hogy örülünk, hogy megszületik az egészséges baba, de azt egy egészséges mamának fel is kell nevelni. A várandóság alatt monitorozzák a vércukorszintet, vizsgálják az anyagcserét. A várandóság nem egy fogyókúrás időszak, viszont egy jól összeállított étrend mellett akár testsúly csökkenés is kialakulhat, például a felhalmozódott víz kiürülésével. Egy ideálisan összeállított étrend mellett, egy normalizálódó inzulin szint mellett egy picit kevésbé raktároz a szervezet, úgyhogy sokkal több lehetőség van arra, hogy akár karcsúsodjanak, leginkább testösszetételben átalakuljanak a kismamáink. Úgyhogy mindenképpen egy személyre szabott étrend melletti viszonylagos szénhidrát beállítás mellett azért a kalóriára is igyekszünk figyelni, tehát semmiképpen sem kell kettő helyet tenni, de semmiképpen sem a cél, hogy most éhezzenek, akár mind a ketten. De hát egy jól összeállított dietetikai protokoll alapján azért a kismamáknak nem csak az a célunk, hogy a vércukor szintje, a szénhidrát háztartása egyensúlyban legyen, emellett nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű fehérjét, zsiradékot, ásványi anyagot juttasson be a szervezetébe. Ha egy várandós kismamánál a terhességi diabétesz kialakul, akkor neki a várandóság után is érdemes különös figyelmet fordítania a személyre szabott táplálkozás beállítására. A cukorbetegség miatti látásromlás, látásvesztés és a komoly szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése, a megfelelő életminőség lehet a tét. Szerdára elvonulnak a felhők is, ismét többfelé lesz napos az idő. Jelentéktelen csapadék legfeljebb délen fordulhat elő. Az északias szelet többfelé erős, néhol viharos lökések kíséredik. Kora reggel 0 plusz 7, napközben 60 térségében 9 fok várható, a szeles időben azonban sokkal hidegebbnek érezhetjük majd a levegőt. Csütörtökön kezdetben kevesebb, délután több napsütés ígérkezik, csapadék nem valószínű. A délnyugatira forduló szél többfelé megélénkül, északon, északkeleten helyenként megerősödik. A reggel kifejezetten csípősnek ígérkezik, országos fagy várható, mínusz 5-2 fok közötti minimumokkal, de a fagyzugokban mínusz 8-6 fokig hűlhet a levegő. Délután mindössze 7 fok valószínű. Pénteken egy hideg front hatására elszórtan eső záporok, a hegyekben hózáporok alakulhat. Szakadozott lesz a felhőzet, hosszabb, rövidebb napos időszakok várhatóak. A nyugati-északnyugati szél többfelé megerősödhet. Napközben 8 fokra van kilátás.